Szeretettel köszöntök mindenkit. A Váci Klebersberg Kultúrkör 2011 második fél év utolsó előadásán, amin a modern génszekvenálási módszerekről lesz szó. Két előadónk tartja az előadást, dr. Stager Anikó és dr. Barta Endre. Endre egy pillanatra a kamerák felé fordulja. Ugye, mint a programba írtuk, ez inkább technikai ismertető, technikai és technológiai ismertetésről van szó, hogy tulajdonképpen milyen gépekkel, a gépeknél milyen módszerekkel, milyen anyagokat használunk, hogyan történik egy jelenlegi modern műszernél ez az egész génszekvenálás, illetve ennek milyen bioinformatikai háttere és milyen számítógépes háttere van. A két előadó egymás között szétosztotta a labdát etéren. Érdeklődve várjuk az előadást. Hát köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit. Nyugodtan kérdezenek közbe, ha valami nem világos. Szóval az új generációs szekvenálásról szeretnék beszélni. Ezeknek első részben a technológiai hátteréről, második sorban pedig az alkalmazásról, annak is a legfontosabb részére, amire ki lettek ezek a gépek fejlesztve, a teljes genomoknak a szekvenálása, illetve a genomprojektek. Tehát a szekvenálás az a DNS-nek, a nukleotid sorrendjének a meghatározását jelenti. Egy kettős spirál szerkezetű a DNS, ellentétes lefutású szálakból áll, és egy cukorfoszfát gerincből, ami teljesen ugyanaz a teljes szakaszon, ami különbséget jelent, az a bázisok, az adenin, guanin, citozin, illetve a timin, és ez a négyféle bázisnak a sorrendje az, ami különbséget tesz, és amit meghatározunk a szekvenálás során. A genomnak a méretét azt általában bázispárokban adjuk meg. Ez fajonként nagyon változó, és ahogy az evolúcióban előre haladunk, egyre komplexebb. Tehát a vírusoknak a genomja az 1 kilobázisos, az 1000 bázistól olyan 350 ezer bázisig terjedő tartományba esik. A baktériumok genomja az 500 000-tól 13 millió bázispár, míg az eukarióta genomok azok 8 millió bázispártól 686 milliárd bázispárig terjedhetnek. Néhány növény tud ilyen nagyobb genomot produkálni, ez általában a ploiditástól függ attól, hogy több genomból tevődnek össze. Tehát a genomok azok ilyen méretben mozognak, míg az a darab, amit le tudunk szekvenálni belőle, az ennél sokkal kisebb. Tehát 50 bázispár, illetve 1000 bázispár között mozog úgy átlagosan a mai rendszerekkel. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk szekvenálni egy genomot, ahhoz föl kell darabolni ilyen szekvenálható méretű darabokra, majd utána, hogyha ezeket megszekvenáltuk, akkor utána össze kell ezeket a szekvenciákat illeszteni, hogy újra össze tudjuk rakni a genomot. Ez pedig a szekvencia végeknek az átfedései alapján történik. Ezen a de novo, ezt úgy nevezik, hogy de novo összerakás. És tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a humán genom például 3 milliárd bázispár, akkor hogyha 1000 bázispárokat tudunk szekvenálni belőle, akkor ez azt jelenti, hogy 3 millió szekvencia darabból kellene összeraknunk elvileg a humán genomot. De mivel átfedésekre van szükség, ezért ez ennél sokkal több. Tehát átlagosan, hogyha mondjuk egy 1000 bázispárt tudunk egyszerre szekvenálni, akkor van egy ilyen fogalom, hogy coverage, vagy lefedettség, amit használnak a szekvenálásban, ez azt jelenti, hogy egy bázis az hányszor van előhívva. Tehát a humán leszekvenálva, tehát a humán genomnál például ahhoz, hogy össze tudjuk rakni egy 1000 bázispáros darabokból, ahhoz minimum egy 10-szeres lefedettséget kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a 3 millióból körülbelül már egy 1000 bázispáros fragment esetében már 30 millió darab szükséges ahhoz, hogy valamennyire össze tudjuk illeszteni a genomot. Tehát a genomnak a felépítése, tehát vannak kódoló szakaszok benne, ezek a géneket jelzik, hát ember esetében most már úgy kiderült, hogy 20-25 ezer körül van a géneknek a száma, és ez körülbelül olyan 1,5%-át teszi ki a genomnak, az összes többi az nem kódoló szakasz, aminek a nagy része az a nem kódoló DNS, úgynevezett junk vagy szemét DNS-nek nevezték régebben, most már ez kiment a
divatból ez a szóhasználat, az alkotja, ezen kívül a nem kódoló RNS-ek, amik ilyen másodlagos szabályozás transzkripciós szinten vagy translációs szinten végeznek, valamint vannak reguláló szekvenciák. Ez az összerakása a rideknek, tehát amikor egy genomot szekvenálunk, akkor ilyen kis ridek keletkeznek, mondjuk 1000 bázispárosak, ezeket a szekvencia végeket összeillesztjük, és ezek adják ki az úgynevezett kontiókat, amik ilyen hosszú folyamatos szekvenciák már. A másik megközelítés az, amikor nem de novo módon szekvenálunk le egy genomot, hanem már megvan egy leszekvenált genom, és mi szekvenálunk egy másikat, és akkor azt ugyanabból a fajból, akkor egy referens szekvencia az adatbázisban megvan, és ahhoz arra rá tudjuk térképezni egyenként ezeket a rideket. Ez sokkal kevesebb szekvenálási kapacitást igényel ez a módszer, viszont megvannak a hátrányai, például azok a részek, amiket mi megszekvenáltunk, viszont nincsenek benne az előző szekvencia adatba, akkor azok el fognak veszni, nem tudunk vele strukturális variációkat detektálni, például azok is el fognak veszni. Hát a technológia hagyományosan a legelterjedtebb technológia szekvenálásnak az ugye az Anger szekvenálás volt, ami egy lánctterminációs technológia, ilyen deoxinukleotid trifoszfátokat alkalmaz, amik fluoreszcens módon meg vannak jelölve, ezek hozzá vannak adva a 4 dezoxinukleotid trifoszfáthoz, és különböző helyeken, tehát például az adenin, a dideoxinukleotid adenin, például az adenineknél beterminálja a láncfosszabbítást, és utána ezt egy gél elektroforézissel el tudjuk méret szerint szeparálni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan gélt kell futtatni, ami egy bázispáros szeparációt tesz lehetővé, és ezáltal kapunk egy ilyen képet a 4 nukleotidról, a 4 különböző színnel, és le tudjuk olvasni a szekvenciát. Tehát ezt körülbelül 25 éven keresztül ezt a technológiát használták. Ennek megvan az az előnye, hogy viszonylag hosszú szekvenciák vannak, tehát 700 és 1000 bázispár körüli szekvenciák. Azért nem nagyon lehet 1000 bázis fölé menni, mert az már egy olyan hosszúságú fragmentet jelent, ahol már utána való gél elektroforézisnél az egy bázispáros különbséget nem tudjuk detektálni. Viszonylag nagy pontossággal működik a rendszer, az azt jelenti, hogy kevésszer épít be, vagy kevésszer szekvenálunk le nem olyan nukleotidot, ami helyes, ami a valóságban ott van. Általában a szekvenciák eleje meg vége az hibás szokott lenni, de azt le kell vágni. A hátránya a módszernek az, hogy kicsi a kapacitása, még a legmodernebb gépekkel is csak 384 mintát tudunk párhuzamosan futtatni. Drága, tehát az új generációs szekvenálásokkal összehasonlítva egy fragment szekvenálásának a költsége az 2-3 nagyságrenddel nagyobb. Munka és időigényes, és nem teszi lehetővé egy ilyen kapillárissal megy már az újabb gépeken ez az elválasztás. Tehát ez több, mint a egyidejűleg nem futható azonos kapillárison. Ezzel szemben az új generációs szekvenátorok, azok nagy kapacitású gépek, tehát ezek több millió szekvenciának az egyidejű analízisét teszik lehetővé, nagyon gyorsan működnek, tehát a leggyorsabb gépek most már olyan 2 óra alatt képesek szekvenálni, de átlagban olyan 10 óra, ez technológiától függ. Nagyságrendekkel olcsóbbak, viszonylag jól automatizálhatók, illetve halad az irány, a fejlesztések abba az irányba, hogy automatizálható legyen, és a nagy előnye az, hogy a szekvenálásnak nem része az, ami a hagyományos Anger szekvenálásnál, hogy utána egy elektroforetikus elválasztásra legyen szükség. Azon kívül multiplexálható a rendszer, tehát egy időben több minta analízise lehetséges. A második generációs szekvenálásnak nevezem, mert van már harmadik generációs szekvenálás. Azokról nem szeretnék részletesen beszélni, majd elmondom az a különbséget közöttük. Tehát a második generációs szekvenálásoknál
ott három alapvető lépés van a szekvenálás folyamán. Van egy könyvtárkészítéses lépés, aminek az a lényege, hogy földarabolják a genomot szekvenálható méretű fragmentekre, majd utána egy ismert szekvenciájú oligonukleotid adaptorokat hozzátesznek mind a két végéhez. Ennek az az értelme, hogy utána egységesen tudják kezelni a különböző fragmenteket, egységesen amplifikálni, szekvenálni, stb. A következő lépés az egy klonális amplifikáció. Erre azért van szükség, mert a mostanában használt detektálási rendszerek, azok még nem tartanak olyan fejlődési szinten, hogy egy darab DNS molekulából jövő szignált képesek legyenek detektálni, tehát emiatt ez végül is egy jelamplifikációját jelenti. A klonális amplifikációra többféle módszer létezik, ez megint csak technológiától függő, de a lényeg az, hogy ugyanannak a kis DNS fragmentből egy körülbelül 1000 vagy 1 millió klont készítünk, ami meg van jelölve, és erre már megvannak az optikai rendszerek, hogy detektálni tudjunk. És utána következik a szekvenálás. Most a harmadik generációs legújabb szekvenáló berendezések azok abba különböznek, hogy ez a második lépés, a klonális amplifikáció, ez kimarad, hanem ezek már egyetlen egy DNS molekulából jövő szignálnak a detektálására képesek. Erre nagyon sok cég van, Starlight, PacBio, akik fejlesztenek. Igazából még egyik se nagyon kiforrott rendszer, amelyik kiforrott rendszer, azzal meg az van, hogy annyira drága, hogy gyakorlatilag az a kamera, ami bele van építve, CCD kamera, hogy érzékeljen egy ilyen szignált, az 2-3 nagyságrenddel drágább, mint a mostani berendezéseknél. Igazából a PacBio az, amelyikkel már olyan komolyabb szekvenálási projekteket csináltak, de nagyon drágák, úgyhogy nem is nagyon forgalmazzák ezeket a rendszereket, egy-két genomcentrumban van, és különben ilyen 80-85% között van a szekvenálásnak a pontossága, ami nem igazából egy jó arány. A második generációs szekvenátorokról beszélnék, mert ők vannak igazából elterjedve most a világon. Tehát ezek közül az első új generációs szekvenálás, ami megjelent, az a Roche cégnek a 454 szekvenálása volt. Ez a mai napig az egyetlen hosszú leolvasású rendszer második generációs szekvenálások közül. Tehát az, hogy hosszú fragmenteket olvas le, az ugye abból a szempontból előnyös, hogy a sokkal könnyebb, meg pontosabb az összerakása a szekvenciáknak, mivel a hosszabb fragmenteknek, azoknak hosszabbak az átfedő szakaszai, tehát sokkal könnyebben össze lehet őket rakni, sokkal pontosabban, és sokkal kevesebbet kell emiatt szekvenálnunk, mivel a lefedettség, tehát az, hogy egy adott fragmentet nagyon sokszor leszekvenáljunk, az azért szükséges, hogy pontosan össze tudjuk őket illeszteni utána egy genomnál. Hogyha ez hosszabb ez a szekvencia, akkor sokkal kevesebbet kell szekvenálni, valamint amiatt, hogy kevesebb adat keletkezik, emiatt sokkal kisebb a számítási kapacitást, amit igényel a rendszer. Most 2005-ben jelent meg ez a gép, ekkor meg a GS20-as volt, végül is ez a 454 rendszer, ez egy ilyen piroszekvenáláson alapuló szekvenáló cég volt, és ezt felvásárolta a Roche, és utána elkezdte fejleszteni. És 250 bázispárig már eljutott 2007-ben, majd 2008-ban eljutott a 400 bázispáros leolvasási hosszig, és idén lettek upgrade-elve a gépek az 1000 bázispárra, ami azt jelenti, hogy most már elértük a klasszikus zangeri leolvasási hosszt ezzel a rendszerrel. Hát kétféle rendszer van, tehát igazából a 454, tehát a GS-FLX rendszer, aznak az átlagos leolvasási hossza az olyan 700 bázispár körül van, és 1 millió ilyen 700 bázispáros fragmentet tud párhuzamosan szekvenálni 99,997%-os pontossággal a 700. bázispáros pozícióban is. Tehát ezt, hogyha összeszorozzuk, akkor kijön az, hogy 700 millió bázispárt képes egyetlen futás alatt, 23 óra alatt leszekvenálni a gép. Ugye, amikor már ilyen kapacitás
alakításokról beszélünk, akkor nagyon sokszor fölmerül az, hogy hogyha nagy eukarióta genom projekteket indítunk, akkor egy genomot fölviszünk egy szekvenálásra és elindítjuk. Viszont akkor, hogyha több mindent szeretnénk szekvenálni, tehát egy adott genomrégiót mondjuk több betegből, vagy csak egy kromoszóma régiót, vagy például több baktériumot szeretnénk leszekvenálni, akkor fölmerül az, hogy több mintát szeretnénk fölvinni ugyanarra a gépre. Tehát ezt kétféleképpen lehetséges ennél a rendszernél, van egy ilyen fizikai osztása, illetve lehet egy úgynevezett barkódolással vagy vonalkódolással megjelölni a különböző mintákból származó fragmenteket. Ez semmi más, mint egy 10 bázispáros szekvencia, amit beépítünk az univerzális adaptorba a könyvtárkészítés során, és amikor leszekvenáljuk, akkor az adatoknál látjuk azt, hogy melyik mintából származik. Aztán megjelent, nem tudom, talán 2 éve a kistestvér ennek a rendszernek, aminek az a lényege, hogy például egyetlen baktériumgenomot akarunk szekvenálni, vagy kisebb projekteket akarunk csak, akkor ez erre jó ez a gép, ez 400 bázispárt szekvenál, és 100 000 fragment ennek az egyidejű szekvenálására képes 10 óra alatt. Különben az országban 2 ilyen nagyobb kapacitású GSF-LX gép van, az egyik az onkológiai intézetnek a tulajdonában, a másik pedig egy privát cégnek a tulajdona, aki szintén onkológiai témákon dolgozik, főleg ilyen teljes tumorgenomokat, illetve nem is genomokat, hanem azokat a géneket, EGFR-káros, amik a tumor kialakulásában felelősek, azoknak a szekvenálását végzik velük, valamint különböző tumorban szenvedő embereknek a kódoló régióinak a leszekvenálását. Ebből a kis gépből, ami 100 000 fragmentet tud párhuzamosan, abból pedig 4 van jelenleg az országban. Az egyik az a patológiai intézetben, ő is főleg ilyen tumor témára van rá állítva. Debreceni Egyetemen van még egy, az is főleg tumor témákba, illetve cisztás fibrózis és egyéb ritka betegségek kutatására. És 2 privát cég kezében van még 2 gép. Igen, hogy működik a nagy vonalakban az egész szekvenálás. Tehát először földaraboljuk a genomot, hozzátesszük az univerzális adaptorokat, és akkor utána történik a klonális amplifikáció, ezt azért, mint mondtam, azért, hogy a jelet tudjuk amplifikálni azért, hogy utána detektálni tudjunk. Ez a 4-5-4 szekvenálás esetében is, illetve az ABI-nak a solid szekvenátora esetében történik emulziós PCR-rel. Ez egy olyan reakció, ami végül is egy vízolajban emulzió, tehát ilyen egy olajban vízcseppecskék vannak, és ezek a vízcseppecskék, ezek úgynevezett ilyen mikroreaktorok, amikben benne van minden a sokszorozáshoz szükséges reagens, tehát a polimeráz enzimek, a DNTP-k, és ezen belül ezekbe a kis buborékokba juttatjuk be ezeket a gyöngyöket. Ezeken a gyöngyöknek a felületén az amplifikációs, illetve nem az amplifikációs, hanem úgynevezett capture primerek vannak, tehát olyan szekvenciák, amik komplementerek az adaptor szekvenciánkkal. Ezeket összehozzuk, lehetőleg olyan arányba, hogy egyetlen egy ilyen gyöngyhöz egyetlen egy DNS fragment kerüljön, mert ugye ekkor lesz a klonális az amplifikáció, majd egy ilyen kis csőbe, amibe körülbelül 100 mikroliterbe több 10 000 ilyen kis mikroreaktor van, tehát több 10 000 fragmentnek megy egy időben a klonális amplifikációja. Elindítjuk a reakciót, ami, mivel az olajnak a hővezetése az nem egészen olyan, mint a víznek, ezért egy hosszabb PCR reakciót jelent, körülbelül 6 órán keresztül megy, aminek az eredménye az lesz, hogy ezekben a kis mikroreaktorokban, ebből az egy DNS fragmentből több millió kópiában lesz jelen a felamplifikált DNS. Majd amikor ezzel kész vagyunk, akkor némi dúsítási lépések után következő lépés az a szekvenálás. A szekvenálás az egy ilyen picotiter plate-be történik, amiben ilyen kis lyukak vannak, aminek akkora mérete, hogy egy ilyen kis gyöngy fér bele csak egy lyukba. Ez a nagy gép esetében körülbelül olyan 3-3,5 millió lyukat jelent egy ilyen 7x7 centis kis tégla alapon. És a junior esetében, ami a kisgép és 100 000 fragmentumot tud, annak az esetében pedig egy olyan 300 000 kis lyuk van, szintén egy ilyen kis 7x3 vagy 7x4 centis kis lapon.
akkor utána az, hogy bejuttassuk ezeket a kis amplifikált gyöngyeinket ezekbe a lyukakba, az centrifugálással történik, és minden gyöngyöknek a formájában van, tehát az összes enzim, ami szükséges hozzá minden. És mindegyiket, tehát a lódulás, a felvitel a mintának az így néz ki, tehát fölvisszünk először egy enzimréteget, a szekvenáló enzimeket, ami tartalmaz, a belecentrifugáljuk, utána fölvisszük a DNS bídjeinket, ilyen kis tömörítő kis bídekkel együtt, azt is belefugáljuk utána még egy enzimréteget. Amikor ezzel kész vagyunk, akkor utána betöltjük a szekvenátorba, ez a scanning elektromikroszkópos képe egyetlen egy ilyen kis lyuknak, tehát ez a nagy felületű, ez a DNS bíd, aminek a felületén ott van a több millió klonálisan fölamplifikált kis DNS-ünk, csak ugye az még scanning elektromikroszkópon se látszik, és akkor utána ezek az enzim gyöngyöcskék, ezek a kicsik pedig a tömörítő gyöngyök. Tehát utána akkor betesszük a szekvenátorba, és 10 órán keresztül megy körülbelül a szekvenálás. A szekvenálás ebben az esetben az egy piros szekvenálás, ami chemiluminescens reakciót eredményez, és ennek a detektálása az egy CCD kamerával történik. Hát hozzá hibridizáljuk először a primerünket, tehát szintézissel történik ugyanúgy, mint az Anger szekvenálásnál a szekvenálás, hozzá hibridizáljuk a primerünket az adaptorhoz, majd utána, ami egyedi ebben a rendszerben, hogy egyenként vannak hozzáadva a nukleotidok, és amikor a komplementer szállal, tehát mondjuk itt timin van, hozzáadjuk az adenint, akkor az adenin beépül, ennek következtében felszabadul egy pirofoszfát az ATP-ből, ami az a pirofoszfát, ami az APS-sel mondjuk csinál egy ATP-t, az ATP meghajtja a luciferáz enzimet, ami luciferinből oxoluciferint csinál, ami pedig egy fotonemisszióval fog járni, amit CCD kamerával tudunk detektálni. Ami nagy előnye ennek a rendszernek, ami egyben hátránya is, hogy egyenként vannak hozzáadva a nukleotidok, ebből az következik, hogy nincsen bázis-csere. Tehát, hogy olyan, ami rosszul beépült bázis valahol, random módon, az csak az amplifikáció során keletkezhetett, szekvenálásnál nincs. Viszont ebből adódik az a hátrány, hogy van egy ilyen hibája, hogy homopolimer hiba, ami futásonként nagyon változó, van, ahol 8 nukleotidonként jelenik meg, van, ahol már 10-nél az, amikor mondjuk 8-10 adenin egymás mellett van, akkor folyamatosan épülnek be, folyamatosan mennek a fotonemissziók, és ugye ez egy additív dolog, tehát folyamatosan összeadja azokat a szignálokat, 3, 4, 5, stb., és amikor elér 8-9-ig, akkor az már nem tudjuk, hogy 8 vagy 10 egészen pontosan. Ez mondjuk egy hátrányos dolog, de abból a szempontból jó, hogy legalább tudjuk, hogy hol keressük a hibát, és különben minden futásnál úgy van, hogy be vannak építve ilyen kontrollgyöngyök, amik különböző homopolimereket tartalmaznak, és meg tudjuk állapítani, hogy adott futásnál hány nukleotidnál kezd el téveszteni a rendszer. A másik nagy előny az, hogy ugye hosszúak a szekvenciák, olyan 400-tól 1000 bázispár, attól függ, melyik rendszert használjuk, ami azzal jár, hogy nem nagyon kell komoly bioinformatikai, legalábbis olyan komoly bioinformatikai háttér hozzá, mint a rövid leolvasású rendszereknél. Tehát például a Junior esetében, ami egy 100.400 bázispáros fragmentumot csinál, ami az egész futás levezényli, illetve az utána való szekvenciaillesztéses munkákat, az egy sima asztali szervergép 4 maggal, 2,93 GHz-cel és 12 GB-mal. És ez a rendszer, ez képes például arra, hogy egy 5 millió bázispár méretű baktérium genomot 500.000 szekvenciából összvisz 900 millió bázispárnyi readből, körülbelül 4-5 perc alatt rak össze ez a gép. A második generációs tehát ez a 4-5-4 rendszer, ami ugye abba az irányba, tehát a második generációs szekvenálásoknál kétfelé vált az irány, az egyik az abba az irányba fejlesztett, hogy minél hosszabb rideket érjen el, a másik pedig abba, hogy jók a rövid ridek, a rövid szekvenciák, viszont azt nagyon nagy mennyiségbe generálják. És ebben most jelenleg 2 rendszer van az, ami nagyon elterjedt a piacon. Az egyik az Illumina cég megvásárolta a Solexát, a másik pedig a LifeTech kezében lévő szolid rendszerek.
Szóval ez a rendszer, tehát az Illumina rendszerek elég korán indultak, tehát 2005-ben mi volt, tehát a Roche volt az első új generációs szekvenátor, és utána 2006-ban már megjelent az Illumina a short-read-es rendszereivel. A legújabb rendszer, ez a HiSeq 2000, ez már elég hihetetlen kapacitással rendelkezik, tehát ilyen 600 milliárd bázist képes leszekvenálni így egyszerre. Viszont a szekvencia hossza az még mindig ilyen 200-100 bázispár, ameddig fölmegy. Nem is nagyon tervezik a hossznak a növelését, más applikációkra, más alkalmazásokra való mind a két rendszer. Tehát ez körülbelül 3 milliárd szekvenciát jelent, amit így párhuzamosan le tud szekvenálni. Itt különböző csatornák vannak, tehát nem muszáj mindegyiket elindítani. Igazából, ja, előtte volt a HiSeq 1000-es, az még egy fele ekkora kapacitású gép volt, illetve létezik ez a HiScan SQ. Ami igazából egy ilyen hibrid gép, tehát ő nem csak szekvenátorként működik, hanem ilyen DNS chip analizátorként is. Ebből a gépből egy van az országban, a Debreceni Egyetemen most lett pár hete beüzemelve. És előtte volt az első ilyen nagyobb kapacitású gépe az Illuminának, az a Genome Analyzer 2-es, illetve azt hiszem idén jött ki talán ezzel a MySeq-kel, ami egy kis kapacitású gép. Tehát ez 2x150 bázispárt tud szekvenálni, és 3,4 millió fragmentet. Igen. Tehát ugyanúgy működik, ugyanazon az elven maga a fő lépések, tehát először van egy könyvtárkészítéses lépés, majd utána, amikor kész van a könyvtár, akkor csinálunk egy klonális amplifikációt a fragmentekből, majd utána jön a szekvenálás. A klonális amplifikációnál az Illumina az nem emulziós PCR-t használ, hanem egy ilyen saját rendszere van, ez a bridge amplifikációnak nevezett dolog, ami végül is abból áll, hogy nem gyöngyök felületén vannak ezek az úgynevezett adaptor szekvenciával komplementer oligók, hanem egy üveglemezre vannak kötve. Ehhez hozzáadjuk a könyvtárunkat, majd a pH-nak a változtatásával tudjuk ezt a bridge-et képezni, illetve megszüntetni. Majd azután, amikor bekötöttek a kis fragmentjeink, akkor ennek következtében ezek a hitképzés miatt folyamatosan, klonálisan fognak fölamplifikálódni, és ilyen kis klaszterek fognak keletkezni, amik egymásnak a klónjai, több millió klón, tehát ők is arra valók, tehát ez a lépés is ugyanarra való, mint az emulziós PCR, hogy a jelet detektálható szintre fölamplifikáljuk. A különbség a szekvenálási reakcióban az, hogy az Illumina nem sokat változtatott igazából az alapvető elképzelésen az engeri szekvenálásnál, tehát nagyjából ugyanazon az elven működik. Nem egy bázis van egyszerre beadva a rendszerbe, hanem mind a négy bázis, ami különböző színekkel van jelölve, és amikor ezek beépülnek, akkor utána detektálni lehet, hogy melyik nukleotid, melyik spotton hogy épült be. Ugye itt ebből adódik az, hogy itt a hiba, az nem homopolimer hiba, hanem ebben az esetben, ami előfordulhat, az a bázis szubstitúciós hiba, tehát itt nem a komplementer megfelelő bázis épül be, de elég jó pontossággal működnek ezek a gépek. Igazából ami még ennek a fajta szekvenálásnak hátránya az, hogy viszonylag időigényes, tehát egy bázisnak a beépülés az körülbelül egy óra. Tehát, hogyha ezt fölvesszük olyan 200 bázisra, akkor olyan 200 óra az a futásidő, amíg mennek. Aztán utána megjelent a piacon az ABI-nak a szolid szekvenátora, tehát igazából 2005-ben jelent meg a 454, 2006-ban az Illumina, és 2008-ban jelent meg a szolid. Ez igazából 75 bázispár a maximum, amit le tud szekvenálni, ami iszonyatosan rövid. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor 75 bázispárból összetenni egy komplex eukariota genomot, az azért egy elég bonyolult folyamat, de még egy baktériális genomot is,
azon kívül egy komplett genomban a 75 bázispáros szakaszok azok nem feltétlenül jelentik azt, hogy azok egyedi szekvenciák, tehát viszonylag sok helyre térképeződhetnek egy genomba, aminek ugye az a következménye, hogy egyrészt nagyon nehéz ezeket a szekvenciákat összerakni, és így viszonylag pontatlanok. A kapacitást azt növeli az ABI, viszont még mindig azért harmada, mint a HiSeq, vagy fele, mint az Illumina-nak a HiSeq kapacitása, tehát ebben is egy kicsit alul maradnak a rendszerei. Úgyhogy úgy döntött már régebben, de idén hozta ki, hogy technológiát vált, mert ez a technológia nem annyira sikeres, és kihozta az Ion Torrentet, ami egy pH detektáláson alapuló, teljesen más rendszerrel működik, viszont ez egy kis kapacitású gép. Tehát nem teljes genom szekvenálásokra való. Ez már 150 bázispárt tud, és egy milliárd bázispár az átbocsájtása. Tehát a Solidnak a technológiája, ez az eredeti gépei, tehát a nagy gépei, ez a Solid 5500, illetve 5500XL, ez egy teljesen egyedi technológiát követ a szekvenálásnál, tehát ez nem egy szintézissel történő szekvenálás, mint ami alapvetően az Anger szekvenálás volt, amilyen az Illuminának a szekvenálása, vagy amilyen a 454, hanem kitalálta, hogy egy ilyen ligációs rendszerrel fog szekvenálni, ami ugyanúgy működik, tehát az adaptor szekvenciánhoz azon a szinten, hogy prime-olni kell a dolgot, tehát az adaptor szekvenciához hozzátesznek egy komplementer primer szekvenciát, majd utána egy úgynevezett detektor oligókat használnak, ami detektor oligó mixet használnak, ami az első két nukleotid az különböző ezekben, és annak megfelelően, hogy az első két nukleotid micsoda, annak megfelelően különböző színekkel jelölik. Majd utána ezt hozzáadják a mintához, ami ugye, amikor komplementer ezzel a két nukleotiddal, akkor be fog épülni, illetve hozzá fog hibridizálni, és a ligáz enzim hozzá fogja kapcsolni a primerhez. Utána csinálnak egy hasításos lépést, lehasítják ezt a detektor szakaszt, majd utána jön a következő szakasz, és így tovább. Tehát kettesével húzzák, vagy hívják elő a bázisokat, és utána mindig újraindítják N-1 primerrel, tehát egy bázispárral eltolják, jöhet a következő. Tehát ennek a módszernek igazából a nagy előnye lett volna, tehát hogy azért lett kitalálva, mert hogy egy nagy pontosságú szekvenálást tesz lehetővé az, hogy minden egyes bázis kétszer van leszekvenálva, de igazából ez a színkódolásos rendszer, amit alkalmaznak, ez semmivel se pontosabb, mint mondjuk az Illuminánál az, hogy a négy bázis négy különböző színnel jelölik, az semmiben se különbözik attól, hogy két bázist jelölök egy színnel, a következő kettőt még egy kettővel, és a kettőnek az összegéből szedem ki azt, hogy most melyik lehet az. Tehát ugyanolyan tévesztési arány van a rendszerben. Aztán a másik, ami hátrányos ebbe, hogy nagyon-nagyon lassú, tehát akár egy hónapig is futhat egy ilyen gép folyamatosan, közben ugye reagenseket után tölteni, stb., tehát nem annyira, és akkor utána megjelent az Ion Torrent, ami egyelőre egy kis kapacitású géppel jött ki. Ez egy nagyon jó ötlet különben, meg tehát ez már szintézisen alapszik, különben nagyon hasonlít a 454 technológiához. Azon alapszik, hogy amikor beépül a komplementer szálba a nukleotid trifoszfát, akkor felszabadul a pirofoszfát és felszabadul a proton. Na most a 454 rendszer a pirofoszfátot detektálja, az Ion Torrent rendszer pedig utána a proton detektálja, azáltal, hogy egy ilyen nagyon érzékeny szemikonduktor csippet alkalmaz, amivel a pH-t tudja mérni, különben ez se egy DNS-ből jön, hanem ugyanúgy emulziós PCR-t kell előtte alkalmazni, mint a 454 rendszernél, illetve az előtte a Solidnál. Ennek a módszernek az előnye, hogy meglehetősen gyors, tehát azért 2-3 óra alatt lefutnak a reakciók, olcsón a működtetése, viszont a pontosságával még nagyon komoly gondok vannak, tehát az fejlesztésre sorul. Most ott tartanak a rendszerek, hogy olyan 100-150 bázispár az, amire azt mondják, hogy le tudja szekvenálni, de valójában az első szekvenálás adatokat megnézve ez úgy néz ki, hogy az 50. bázispárig elég jó pontossággal működik a rendszer, és utána egy nagyon rohamos
hatalmas minőségromlás jelentkezik, ami abból áll, hogy 50 bázispár fölött már azt lehet mondani, hogy minden tizedik bázis meghatározása hibás a szekvenciában. Úgyhogy ez még így igazából fejlesztésre szorul ez a dolog, de maga az ötlet az nagyon jó, és biztos, hogy a jövőben is, tehát ez egy irányvonal lesz, ez a szemikonduktor chipes szekvenálás. Tehát így ennyit a technológiákról a második generációban, és akkor a következőben, hogy alkalmazási lehetőségek, hát rengeteg alkalmazási lehetőség van, tehát ezek igazából, ezek a rendszerek arra lettek kitalálva, hogy teljes genomokat szekvenáljunk le, mert olyan kapacitásuk van, viszont már átmentek ilyen genom analyzer szintre is, tehát szinte mindenféle fragment analízisre, mutációk detektálására, génekben, mindenre lehet őket használni, de most így az elsődleges alkalmazásról, a genom projektekről szeretnék beszélni. Tehát ilyen Human Genome Projectről, tehát az ugye 1990. októberében indult, egy konzorcium keretében, egy 3 milliárd dolláros költségvetéssel 15 évre tervezték a projektet, különböző kutatóintézetek, illetve egyetemek vettek benne részt. Majd utána 8 évvel később beszállt a játékba egy cég, a Celera, és azt mondta, hogy ugyan 8 év késéssel száll be, de ugyanarra az időre, mint a Human Genome Project, ő végez, és ő is megszekvenálja a Human Genomot, és nem elég, hogy megszekvenálja, hanem még tizede annyi költségből, tehát 300 ezer dolláros költségvetésből. Ez különben azért volt lehetséges, mert egy teljesen más megközelítést alkalmaztak a projektnél. A Human Genome Project az azt a megközelítést alkalmazta, hogy a genomot azt bakjak, ilyen nagy klónokba beépítjük, és utána azoknak a nagy szakaszokat leszekvenáljuk egyenként, ezeknek a nagy szakaszoknak, klónoknak már ismert a genomi pozíciója, és utána összetesszük a leszekvenált fragmentekből ennek a klónnak a szekvenciáját, és ez egy sokkal munkaigényesebb dolog, de megvan az az előnye, hogy ugye ismert a genomi pozíciója. A Celera pedig azt a megközelítést alkalmazta, hogy ugyanazt, mint a bakteriális, meg kisebb genomoknál, shotgun szekvenálás, földaraboljuk kis darabokra az egész genomot, és utána megszekvenáljuk és összerakjuk. És ez egy sokkal gyorsabb módszer, komplexebb genomoknál kevésbé hatékony, mint a másik. Tehát ezért tudta bevállalni azt, hogy ugyanarra az időre befejezi. Aztán utána jött a nagy hír, 2000. június 26-án, amikor Tony Blair meg Clinton bejelentették, hogy elkészült az embernek a genetikai térképe, ami persze nem egy genetikai térkép, de a magyar bulvár sajtóba is így jött át, hogy elkészült a genetikai térkép, hát ez szekvencia, köze nincs a térképhez, és igazából még nem készült el. Ez se, de 2000-ben igazából nyers szekvencia adatok voltak még csak elérhetők, és csak 83%-a volt megszekvenálva a teljes genomnak, és még a géngazdag régióknak is csak 90%-a, és 1500 darabban volt a genom. Ez az 1500 darabnak az egymást utáni sorrendje, illetve az irányultsága az nem volt ismert. És akkor utána eltelt egy év, tehát 2001. februárjában, amikor mindkét csoport bejelentette, a cég is és a Human Genome Project konzorcium is, hogy elkészült az adatok elsődleges feldolgozásával. Majd 2003. áprilisában a Kalifornia Egyetemnek a bioinformatikai csoportja a Human Genome Project szekvenciák összerakását befejezte, 2004-ben pedig a Human Genome Project bejelentette azt, hogy az eredmények alapján az előzőleg prediktált 30 ezer, 40 ezer gén helyett csak 20-25 ezer gén tartalmaz a Human Genome. Majd 2005-ben befejezte a Celera is az adatoknak a végső feldolgozását. Tehát igazából hogy áll a dolog, tehát még máig is úgy vagyunk, hogy 92,3%-a van csak összerakva a Human Genomnak, 7,7%-a hiányzik, és a funkcionális géngazdag genomnak is az 1%-a hiányzik.
Ennek mi az oka? Ezek a mai technológiákkal meg se lesznek, tehát vannak a centromer régiók, ugye a kromoszómáknak a központi régiói, amik erősen repetitív szekvenciák, illetve a telomer régiók, a kromoszómák végei. Itt akár több millió, több tízmillió bázispáros ismétlődő szekvencia is lehet, tehát mondjuk adenin, guanin, citozin folyamatosan ismétlődik. Ugye ha leszekvenálunk egy 1000 bázispárt, akkor nem fogjuk tudni ezt fölilleszteni, illetve mindenhova föl tudjuk illeszteni, tehát ezzel a módszerrel se tudjuk meghatározni, hogy mekkora ez a repeat régió. Más módszerekkel meg tudjuk különben, ilyen perdent szekvenálással, de hagyományosan de novóval nem tudjuk. Tehát ezek miatt nem lehet összerakni úgy a humán genomot, hogy egy kromoszóma egy folyamatos szekvenciába legyen. Ezen kívül vannak pseudogének, valamint multigén családok, főleg az immunrendszernek a génjei tartoznak ide, amik miatt nem lehet összerakni úgy, hogy egyetlen scaffoldba, egy folyamatos szekvenciába benne legyenek a kromoszómák. Tehát még mindig hiányok is vannak a humán genomban, meg darabokban is van még a humán genom, de igazából ez nem egy nagyon szép eredmény, hogy ideig eljutottunk, ameddig el lehet, és ez már használható, ez a genom. Aztán utána 2007-ben az első teljes humán genom, amit új generációs szekvenálással csináltak, az nagyon stílusosan James Watson genomja volt, ugye ő fedezte fel a DNS 2 spirált, és ezt Roche 454 technológiával csinálták. 24,5 milliárd genomi DNS-t szekvenáltak le, és ami érdekes volt, hogy a Human Genome Projectnek a referencia szekvenciájával összehasonlították, és 3,6 millió variációt találtak, aminek a legnagyobb része, tehát 3,3 millió az úgynevezett SNP, vagy Single Nucleotide Polymorphism, ami azt jelenti, hogy egy adott bázispár pozícióban, mondjuk az egyik emberben egy adeninban, a másik emberben pedig egy guanin. Ezen kívül találtak jó számmal ilyen inszerciós, delíciós, rövidebb szakaszok kiesnek, beépülnek variációkat, illetve 20 nagyobb strukturális variációt. Ez a táblázat ez összefoglalja azt, hogy Human Genome Project versus új generációs szekvenálás hogyan alakul. Tehát igazából a Human Genome Projecten nem tudom mennyi, de feltételezem, hogy egy 100 gép minimum dolgozott a világon 10-13 évig. A Watson genomját azt két hónap alatt szekvenálták le 3-4-5-4-es szekvenátorral. A költségvetését tekintve az körülbelül olyan 2-1 millió és 1 millió és 100 millió, tehát körülbelül egy 100-100-assal volt, 100-400-zad része volt annak, mint hogyha Zongerrel szekvenálták volna ugyanolyan lefedettséggel. Aztán utána ezen felbuzdulva, meg az új generációs szekvenátorokon megindult a humán genomoknak a szekvenálása, tehát 2007-ben már 8 humán genom volt megszekvenálva, 2010-re pedig 2700 humán genom volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a 2007 és 2010 közötti időszak, ez teljes egészében egybeesik ugye azzal, amikor széles körben elterjedtek az új generációs szekvenátorok. Tehát annak, hogy folyamatosan szekvenáljuk a különböző humán genomokat, annak ugye a célja egyrészt az, hogy a genetikai betegségek hátterében álló mutációkat azonosítsuk, és utána kezelni tudjuk. A másik pedig az, hogy a populációk variabilitását vizsgálni tudjuk. Folyamatosan indultak a genom projektek, humán vonalon az 1000 genom projekt volt, ami 2008-ban indult, és különböző etnikai csoportokba tartozó 1000 ember teljes genom szekvenálását tűzte ki célul, hogy genetikai variációt keressen, illetve ezekből adatbázist hozzon létre. Indult a Cancer Genome Project, ami szintén nagyon jól halad, ez a különböző ráktípusokban, prostata, leukémia, mellrák, vastagbélrák szenvedő emberek teljes genom szekvenálását végezte el. És ennek a nagyon sok, tehát ebből van már egy lista, hogy mennyi, tehát valami 4-5 teljes leukémiás genomunk van már, és a leukémiának különben meg is találták már azt, hogy mik azok az átrendeződések és mutációk, amik benne vannak, és most már elég jó százalékban gyógyítható is a leukémia. Tehát az a célja ennek a Cancer Genome Projectnek, hogy a ráktípusokra jellemző genetikai változásokat azonosítsák, és utána kezelésben ezt föl lehessen használni. Akkor indult a HapMap projekt, ez egy 138 millió dolláros költségvetéses projekt.
ez csak a kódoló régiókra koncentrált, tehát a humán genom esetében az az 1-1,5%-os jelenlétű régiókra, és egyetlen bázispáros eltéréseket, SNP-ket keres. 269 embert választottak ki, és néhány millió SNP-t írtak le közöttük. Tehát amikor ezt megszekvenálták, akkor ugye az a lényeg, hogy egy haplotípus adatbázist hozzanak létre. Tehát megnézik azt, hogy az adott SNP-k azok milyen közel helyezkednek el egymáshoz, és akkor utána elég csak az egyiket azonosítani, és akkor abból vissza tudjuk prediktálni, hogy a többi SNP vajon mi lehet benne, mivel kapcsoltan öröklődnek. Tehát igen, akkor indult a Human Genome Diverzitás Project, ami 1050 ember szekvenálását tűzte ki célul 52 populációból. Ezekből az adatokból eddig 148 publikáció született, főleg populációgenetika, antropológiai témákban, öröklődő betegségekről, emberi elterjedés és evolúció vizsgálatotra használták ezt föl. Kapcsolatok a nézésére a különböző populációk között, egyes populáción belül és populációk között a mutációknak a gyakoriságának a meghatározására, betegségek, hajlamok és mennyiségi jellegek, mint súly, magasság, genetikai háttér vizsgálatára. A Personal Genome Project egy másik nagy projekt, ami 2006-ban indult, ez már 100 000 ember teljes genom szekvenálását tűzte ki, különben most már 1 000 000 emberről beszélnek, az lesz a következő projekt. És nyilvános adatbázis létrehozása volt a cél a szekvencia adatokból, amihez már fenotípust is tesznek, tehát teljes betegséglista, feljegyzéseket, szemszín, hajszín, testmagasság, testsúly, MRI képek, EKG, minden. Tehát, és akkor ennek az a lényege, hogy a kutatók tudnak ezekben az adatbázisokban vizsgálódni, és a különböző hipotézisek, hogy melyik gének korrelálhatnak a testmagassággal, vagy a dohányzásra hajlamosítással, vagy akármivel, azokat tudják tesztelni. Akkor indult még a Human Microbiome Project, ez 2008-ban, egy 5 éves projekt, 115 millió dolláros költségvetéssel, ez pedig az emberekben a mikrobiális flóra szekvenálása az, ami a célja volt. Tehát, és hogy különböző betegségeknek a hatására hogyan alakul a bélflóra, száj, bőr, beleknek a mikroösszetétele. Ebből is nagyon jó cikkek születtek, különben ilyen Science és Nature színvonalú cikkek már. Tehát hogy állnak más vonalon, mint nem humán vonalon a genomoknak a szekvenálásai. Tehát a vírusgenomoknál ott már több mint 3500 teljesen befejezett vírusgenomunk van, baktériumgenomoknál több mint 1300 befejezett genom van, és az eukarióta genomok közül is több száz befejezett genom van, ami már tartalmazza magasabb rendű fajokat is. Hát folyamatosan indulnak projektek, mezőgazdasági projektekben a szolanáciai projekt burgonya, paradicsom, paprika szekvenálását tartalmazza, uborka, szőlő, alma, a szőlő van most nagy projektben még annak a szekvenálása megy világszinten. Alma, eperdénye, szója, árpa, rizs, ezek voltak az elsők, amiket megszekvenáltak. Plusz még ide jön a mezőgazdasági vonalra haszonállatoknak a szekvenálása, tehát disznó, szarvas, marha. Indult, ami nem humán vonal, az a 10 000 genom projekt volt, ami egy elég nagy projekt. Ez 16203 gerinces fajt jelölt ki arra, hogy a teljes genomját megszekvenálja, és ennek ugye a célja egyrészt egy komparatív genomika, tehát összehasonlítani a különböző fajoknak a genomját, másrészt pedig genomevolúciós vizsgálatokra felhasználni. Hát itt ebben a 16203 fajban rengeteg faj van, többek között kihalt fajok is, mint a dodó, mamut és társai. A mamutnak a megszekvenálása az kömmel 4-5-4-jel történt, és ez a legjobban, tehát ez a jelenleg legjobban összerakott és megszekvenált kihalt faj, egy elég jó DNS sikerült belőle kinyerni, és olyan 80%-át sikerült a mamut genomjának összerakni, és ezt így komparatív genomikával össze is hasonlították a legközelebbi rokonának, az elefántnak a genomjával, és azt találták, hogy fehérjénként egyetlen aminosav különbség az, ami elválasztja a mamutot az elefánttól.
Különben ilyen leleteknek a szekvenálásánál még az is 4-5-4-jel csinálták a neandervölgyinek a szekvenálását. Abból is lett egy, most meg nem mondom, talán egy science ciklet belőle, és ott is elég jól sikerült combcsontból fél gramnyi mintából DNS-t izolálni, és elég jól sikerült összerakni. És ami érdekes benne, csak ez még nem annyira elfogadott dolog, hogy úgy néz ki, hogy keveredett tehát ugye az a vonal, amiből mi származunk, és a neandervölgyi vonal, mert eddig ugye az volt, hogy az egy mellékág volt, ami kihalt. Na most ez még annyira nincs bebizonyítva, meg eltérnek a vélemények, mert máshol is leszekvenálták ezt, és ott nem ezt találták, tehát már nem lehet tudni, hogy kontaminálódott-e utólag humán DNS-sel, vagy hogy történt. Minden esetre ami érdekes, hogy az a transzkripciós faktor, amit felelőssé tesznek azért, hogy a beszédkészség kialakult, abban ugyanaz a mutáció benne van a neandervölgyi emberben, ez minden adattal ezt találták, tehát hogy több mint valószínű, hogy ugyanúgy beszédképes volt. Hát ezekről rengeteget tudnék beszélni, rengeteg ilyen faj van, amit így megszekvenáltak, és rengeteg cikk. De igazából most átadnám a szót Barta Endrének abba, hogy most arról kéne beszélni, hogy ezek tényleg már olyan fantasztikus eredmények, meg kapacitások, hogy ezeknél már a szűk keresztmetszet az, hogy igazából egy-két hét alatt leszekvenálunk egy humán genomot, minden további nélkül. Csak utána mit kezdünk az adatokkal, azt hogyan rendszerezzük, hogyan dolgozzuk föl, és itt jön az informatika, illetve a bioinformatikának a szerepe a képbe, és ezért kértem meg őt, hogy segítsen ebben. Köszönöm a figyelmet!